Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Számomra meglepetést okozott, hogy az országgyűlés a most benyújtott határozati javaslat alapján fogja január 22-ét a Magyar Kultúra Napjának nyilvánítani, miközben ugye 1989 óta ünnepeljük, de természetesen jobb későn, mint soha. A Mi Hazánk mozgalom a kultúra területén elsődleges célnak tekinti nemzeti identitásunk megerősítését. Éppen ezért egyetértünk a határozati javaslatban foglaltakkal, hogy Magyarország himnusza befejezésének 2023. január 22-én esedékes 200. évfordulója alkalmából a Magyar Kultúra Napját az Országgyűlés hivatalos állami emléknappá nyilvánítsa, a hazai kulturális élet régi adósságát törlesztve ezzel. Egyetértünk azzal is, hogy az Országgyűlés támogassa és szorgalmazza a Magyar Kultúra Napján kulturális rendezvények szervezését, mivel szükségesnek tartjuk a magyar hagyományokra, valamint a kulturális örökségünkre épülő kulturális események központi támogatását. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, ugye január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Az ünnep alkalmából a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Az emléknapon kiállításokat és koncerteket rendeznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak, továbbá átadják a magyar kultúrával kapcsolatos szakmai elismeréseket, amely rendkívül fontos azok számára, akik nem azért dolgoznak a kultúráért, hogy kitüntessék őket, megbecsüljék őket, hanem mert szeretik és értékesnek tartják ezt a feladatot, de nyilván hozzá kell tenni, hogy örülnek annak, ha valóban megbecsülik ezeket a munkákat. Üdvözöljük azt, hogy a határozati javaslat kinyilvánítása szerint Kölcsey Ferenc himnusz című költeménye a nemzeti összetartozás egyik fontos sarokköve. A több mint 1000 éves magyar államiság nemzeti jelképe, és erre nagyon büszkék vagyunk. A nemzeti imádságunk születése több évszázados múltra tekint vissza. A himnusz eredetileg ünnepélyes, vallásos ihletésű költeményt jelent, vallásos jellege azonban a 18. század végétől megfakult. A mai nemzeti himnusz értelme leginkább a nemzeti öntudatra ébredéssel összefüggésben domborodott ki. Kezdetekben a magyar néphimnuszaként a Boldogasszonyanyánk vagy a Rákóczi indulót azonosították, a 19. század elejére azonban megérett a nemzeti himnusz megalkotásának az igénye. Több meddő próbálkozás után Kölcsey Ferenc írt egy csodálatos költeményt, majd Erkel Ferenc megzenésítette, hogy végre valódi himnusza legyen a magyarságnak, és elérzékenyülve énekeljük el minden alkalommal nemzeti imádságunkat. Kölcsey Ferenc művét a közmegegyezést tette nemzeti imádságunká. Noha Rátkai László függetlenségi párti országgyűlési képviselő 1903-ban már törvényjavaslatot terjesztett elő a Magyar Nemzeti Himnusz intézményes rendezése érdekében, hivatalosan csak az 1989-es alkotmányt módosító 89. évi 31. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába. A himnusz helytállásra buzdít, amely összefogja a magyar népet, az egész magyar nemzetet, bennünket, magyar anyanyelvet büszkén viselő és beszélő embereket. Egymásra talál benne a magyarság minden tagja, bárhol is éljen a világon. Kölcsey egyidejűleg használja benne a szakrális és a hazafias retorikát. Kölcsey ugyanis a himnuszban a magyar nép, a magyar nemzet szószólója és védőügyvédje is egyben. Isten áldását kéri az egész magyar nemzetre. Himnuszunk a keresztény hithűség és a magyar függetlenség hiteles kifejezője. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, valóban nem egy élettelen dolgot, hanem az élő egyetemes magyar kultúránkat ünnepeljük, ami mi magunk vagyunk, a magyar anyanyelvet beszélő emberek, és együtt alakítjuk.
Ezen a napon a magyar kultúra névtelen munkatársait is ünnepeljük. Azokat az embereket, akik nap mint nap küzdenek a magyar kultúra fennmaradásáért, de az elmúlt 30 évben nem kapták meg a kellő megbecsülést, sem erkölcsi, sem anyagi értelemben. Ebben komoly előre lépésre lesz szükség a jövőben, és bízunk abban, hogy nem kerülnek bezárásra kulturális intézmények, hiszen azoknak az embereknek szűnhet meg a munkája, akik hittel, hivatástudattal, szeretettel végzik a mindennapi munkájukat a kultúra területén. A Mi Hazánk mozgalom kiemeli annak fontosságát, hogy a kulturális értékek megőrzése nem ismer határokat. A nemzeti imádságunk megünneplése minden magyar ember számára fontos, szerte a világon, bárhol is éljen. Így ezt a határozati javaslatot természetesen a Mi Hazánk mozgalom a legnagyobb mértékben támogatja. Köszönöm szépen!